Sziasztok! Ma a küzdj az álmaidért témát fogjuk kitárgyalni. Amit mondok, személyes tapasztalás. Csak gondolkozz rajta. Vizsgáld meg, hogy logikus-e az, amit mondok, értelmezgesd, ízlelgesd. És ott mélyen benned valószínűleg meg fog születni egy élmény ezzel kapcsolatban. Kezdjük is el! Egy olyan világban élünk, ahol ennél szebb, ennél jobban megidealizált történetet keresve se találunk. Szóval, hogyha én marketingelni szeretnék, akkor azt az ígéretet is egész jól el tudom adni, hogy megtanítom neked, hogy hogyan érd el a céljaidat. Azonban mennyivel finomabb, mennyire pátoszosabb az az üzenet, hogy segítek neked abban, hogy elérd az álmaid. És az álom az nagyon fontos, hiszen gyerekkorunkban szerető édesanyánk mellett feküdtünk az ágyikóba, aki olvasta nekünk a mesét. A kis királyfiról, a harmadik királyfiról, aki útnak eredt, a két bátyja már elbukott, de ő ment, találkozott az idős banyával, de úgy köszönt neki, hogy jól köszönt, ezért a banya adott neki valami kis talizmánt, ő ezzel ment tovább, mert hogyha majd belefúj, akkor ott terem a banya is, megoldja a problémáját, és ment tovább, és egyszer csak ott volt a 12 fejű sárkány, elővette a talizmánt, belefújt, a sárkánynak levágták a fejét, megfogta a sárkány fejét, hazament, oda vitte a királynak, és az másik királyságnak elnyerte a királylányát, és a fel a királyságát, és az egész olyan szép. És ott van bennünk, hogy az álmaink azok olyan magasztosak, hogy azok megéri menni, megéri küzdeni, megéri reménykedni. Az egyik és legfontosabb probléma az álmokért való küzdésnek, az a küzdelem. Azt gondolom, hogy a küzdelem helytelen értelmezése, a küzdés, mint folyamat, amit föntartunk erőszakkal, az az életünket megnyomorítható cselekmény. A másik pedig az is, a másik a legfontosabb, hogy az álmaink azok nem a mi álmaink. Legtöbben ugyanazokért az álmokért mennek. És mivel az álom fontosságát hangsúlyozó meséket ismerik a szélszesek is, ezért gyakorlatilag megalkották neked az álomutazás fogalmát, az álomautó fogalmát, az álomélet fogalmát. És te miközben annyira kergeted az álmaidat, mint a Eat, Pray, Love-ba, ezért gyakorlatilag az álmaidon keresztül bármit eladhatnak neked. Mérhetetlen emberi lényként birtoklod azokat az elképzeléseket, amiket egy marketing csapat talált ki számodra. Aztán ezeket így jól álmaidnak éled meg. Jól azt gondolod, ez nem is célkitűzés, az az önkifejezés egy ilyen nagyon-nagyon különleges formája, hogy ezek a te álmaid, aztán beszélsz emberekkel, akikkel közösek az álmaitok, együtt álmodoztok, és nem veszed észre, hogy igazából az álmaiddal megint a mérhetőt adták el neked, mert hogyha azt majd eléred, akkor meg bizonyosan belekerülsz a mérhetetlenbe. A célkitűzést, ha nagyon jól beszeretném csomagolni, akkor mindenféleképpen az álmot használnám. Ez az álom, ez a leges-leges legszebb kreppapír, amit valaha láttunk. Hiszen az álmaiért törekvő és küzdő ifjúságot támogatni kell, hogy elérje az álmait. Nem az a feladatunk gondolkodó lényként, hogy megkérdezzük az ifjúságot, hogy elnézést, bizonyos vagy abban, hogy az álmok azok a te álmaid? Biztos vagy abban, hogy ezek az álmok, ezek nem esetleg egy marketinggépezett terméke, amik előfeszítettek téged, és mentalisták mutatják be, hogy körülbelül 3 perc alatt hogy lehet valaki teljesen manipulálni, aki aztán ezt elhiszi, és egész életét annak szenteli, hogy aztán ezt elérje. Hiszen az álomkergetés az egy nagyon-nagyon komoly csapda. Egyrészt azért, mert az álmaid nem a tieid. Másrészt az emberek 80%-a ugyanazt álmodta meg, az kicsit szerintem gyanús. Harmadrészt, amikor eléred az álmodat, rájött, hogy nem értél el semmit. Hiába veszed meg majd az első nagyértékű autót, aztán rájössz, hogy igazából már egy új álomautód van. Aztán megveszed az új álomautót, és aztán rájött, hogy igazából már abban a pillanatban egy kicsit új álomautód van, mert ezek az álmok, ezek inflálódnak. Tehát az álmaid is ilyen nagyon-nagyon szépen becsomagolt lufik. De a leges-leges legfontosabb, hogy ugye az álom újratermelődése miatt gyakorlatilag benne vagy ebbe a sales körbe, az, hogy az álom legtöbbször menekülés. Hogy ez egy ilyen csomagoló papír. Ez a lemegyek vidékre, és majd ott nyugodt életet élek, és tehenet fogok fejni, ugye ez az álma annak, akit összegyűrt a város. A kiégett emberek álmodoznak erről. Nem azt vizsgálja meg, hogy mi miatt téged ki, hogy esetleg nem-e az hozott kiégést az életébe, hogy annyit remélt, annyit akart, annyira el akart érni álmokat, és ez összecsavarta, és esetleg az álom elérésnek a küzdést esetleg megnézi, hogy tényleg nem a küzdés a probléma. Nem az van, hogy itt vagyok a város, és már annyit küzdöttem különböző értéktelen vacakokért, amiről azt mondták, hogy ha majd elérem, akkor majd mérhetetlen leszek.
nem ezen gondolkodik az ember, hanem azt mondja, hogy egy új álom kell. És nem baj, ez a városi élet, ez tényleg nem nekem való, most már lemegyek, és majd mezőgazdaságba fogok lenni, és majd ott növényeket fogok ültetni, és majd ott leszek szél. És megint vissza, ilyen, itt kiraktuk az álmot, és akkor a hátsó ajtó jön vissza. Hogy ezt az egész folyamatot, hogyha látjuk, és esetleg fölismerhetjük ennek az értelmetlenségét, ha ott van bennünk az a tisztaság, az a megértés, ami ahhoz kell, hogy lássam, hogy manipuláltak, hogy lássam azt, hogy az álmokat kapom, hogy lássam, hogy mindenki gyakorlatilag ugyanazokról álmodozik, amit a tévéreklámokban, meg a társadalom belénk súlykol magazinok formájában. És ennek az értelmetlenségét látom. És látom azt, hogy igazából csak cselekednem kellene. Hogy igazából csak szeretnem kellene azt, amit csinálok. Hogy ki kell lépnem ezekből a csapdákból, ki kell lépnem ezekből a ciklusokból. Nem engedhetem meg magamnak azt emberi lényként, hogy ezekre energiát pocsékolok. Mert művésznek jöttem erre a világra, nem pedig az, hogy másfél tonna vasat és műanyag keveréket kergessek kivagyiságból. Ha ezt látom, akkor ez a csapda be tud zárulni. És az alkotás következményeképpen egyszer majd lesz autód, meg fogsz utazni, de ez egy más irányú történet. Szerintem célszerű ebből az irányból vizsgálni a dolgokat, de értelemszerűen ezek az én gondolataim az álmokkal kapcsolatban. Én nagyon-nagyon sok álmot elértem, be is fürödtem velük. Kíváncsi vagyok, mit gondolsz te erről. Szintúgy javaslom a párbeszédet, ha van véleményed, írd meg, és akkor egy ilyen kérdezfelek formájában fogok majd rá válaszolni. Köszönöm a figyelmet. You can call me stupid. Say I'm late.